A jövő felelősségének kérdését vizsgálták a márciusi Szabad Egyetemen. Udvardi György megyés püspök szerint az ember természetesen nyitott az Isten és az ő jövője felé, amely, hangsúlyozta a főpásztor, egy olyan cél, amely meghatározza a jelen döntéseit is. Nagyon szép tapasztalat az is, hogy valójában a jövőben benne van a múltunk. Nagyon sokszor szükséges újra átélni, újra átgondolni múltunkat, annak érdekében, hogy szép jövőnk legyen. És ezt az ember egyébként automatikusan is megéli, de a tudatos döntésével pedig nyilvánvalóan ezt az abszolút jövőt építi. A jövő felelősségével kapcsolatban fontos tisztázni, mely területeken kell a jelenben megfontolt döntéseket hozni. Ez egyszerre nagyon bonyolult, és egyszerre tulajdonképpen egyszerű, könnyű kérdés. Nagyon bonyolult, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, nem tudjuk, hogy a jövő nemzedékeknek mik lesznek az igényei, az érdekei, és milyen jogokkal fognak rendelkezni. Egy valamit tudunk, élni akarnak majd az élet feltételeit, tehát a környezeti erőforrásokat, a természeti erőforrásokat, egy élhető klímát, belélegezhető levegőt, használható, iható vizet, termékeny, még használható talajokat kell magunk után hagyni. Egy nemzetközi összehasonlító kutatást ismertetve a jogász a környezeti felelősség irányelvről beszélt, ám egy másik nézőpont szerint a jelenben szükséges olyan körülményeket teremtenünk, amely hozzásegít az előrelépéshez, a jövő fejlődéséhez. És azt vettem a fejembe, hogy fiatal házasoknak fogunk építeni gyermekváró otthonokat, és a nulláról elkezdve építettük ezeket a házakat, jelen pillanatban 44 otthont adtunk át, és ami a legfontosabb, hogy 50 gyerek született ezekhez a családokhoz, a már meglévő gyerekek mellé, és 10 unoka is. A Szabad Egyetemen a témát folytatva áprilisban a környezeti felelősségről hallhatnak a résztvevők.